Sziasztok lányok! A mai videóban megmutatom nektek az elmúlt hetek, hónapok, de inkább hetek alatt felhalmozódott termékeimet. Ezek inkább szépségápolási termékek, ilyen sminktermékek, meg ilyen mindenféle hajápolási, meg mit tudom, ilyen termékek, szóval ilyen szépségápolási termékek. Csak kiértem. Semmi más nem lesz, szóval a ruhákat, meg ezeket nem igazán vásároltam az elmúlt időkben, hogyha jól emlékszem. Vagyis de egy inget vettem, de hát most azt nem hoztam ide. Most akkor kezdeném is a nem olyan izgi dolgokkal. Vettem egy ilyen Balea szappant, nem ezt a folyékonyat, hanem ezt a kézi szappan, vagy ezt hogy szokták ezt mondani? Krém szappan. Meg nem tudom mi ez. Ezt én a sminkszivacsaim tisztításához vettem, ugyanis én csak ilyen szappannal tudom mosni a sminkszivacsaimat, nekem a folyékony szappan, meg minden ilyen folyékony dolog nem vár be az ecseteim a sminkszivacsaim tisztítására, ezzel viszont nagyon szépen ki tudom mosni, és azt hiszem 200 forintba került. Aztán, igen, azt a DM-be vettem, és azt hiszem, ezeket is a DM-ben vettem. A Vitalcare-nek a Natural Bio samponját és balzsamját újra vettem, ugyanis most szeretnék átállni a szilikonmentes hajápolásra, és ezek szilikonmentesek, hol írja? PEG, az nem tudom mit. PEG, szilikon, parabén és vazelinmentes termékek, és egyébként nagyon beváltak, benne voltak kedvences videóba. Ha jól tudom, az előbb fog felkerülni, mint ez. Akkor érkezett hozzám kettő termék tesztelésre a Lirene márkától. Az egyik, amit már majdnem elhasználtam, szóval hát több mint egy hónapja érkezett szerintem, ez az arctisztító micellás gél. Ez normál allergiás és száraz arcra van, szappanmentes, és pontosan nem tudom, fiziológiás micellás arctisztító gél, nem habzó, rendkívül gyengébb formula. Én ezt jelenleg használom, és fogjuk rá, szeretem. Engem az zavar benne nagyon, hogy nem habzik, de egyébként meg lehet szokni. Az elején annyira fura volt, hogy nem habzott. Mosom, és egyszerűen nem habzik, de hozzá lehet szokni. Nem rossz, jól tisztít, meg nem szárít, meg minden ilyen, de nem az a kategória, amit mondjuk fejveszte szaladnék, és megvásárolnék magamtól. A másik Lirene termék az egy arckrém, ami 40 pluszos, és még nem próbáltam ki, nem is biztos, hogy én fogom ezt elhasználni, lehet, hogy odaadom anyának, vagy én nem tudom. Úgyhogy sajnos ezt még nem tudtam tesztelni, ugyanis nem láttam a sajtó közleményben, hogy ez 40 plusz fölött, vagy 40 pluszos arcbőrre van, ezért ezt kértem. Én csak annyit láttam, hogy aloe verás és karité vajas, úgyhogy nem tudom, szerintem ezt odaadom anyukámnak, és majd ő elmondja a véleményét róla, hogy neki használta vagy sem, és milyen változást vett észre vele kapcsolatban. Aztán szintén ugyanettől a PR cégtől érkezett hozzám, Inecto termékek, három termék érkezett hoznám, egy testápoló, egy arckrém, és ami szintén benne volt a szeptemberi kedvenceimben, egy hajápoló olaj. Inecto márkával én még nem találkoztam, amit, hogy találkoztam, de még úgy tényleg közelségben, hogy használtam is volna őket. A kézkrémet már rendszeresen használom, a testápolót is, meg ezt is használom, úgyhogy most már egyfajta kiforrott véleményem is van róluk. Nem gondolom, hogy olyan nagyon világmegváltó termékek, a testápoló is jó-jó, de mondjuk extra változást nem vettem vele észre, ugyanez van a kézkrémmel, viszont a hajolaj, ami nekem nagyon-nagyon bevált, és a szeptemberi kedvencekben láthattátok is, hogy nekem nagyon-nagyon nagy kedvencem mi vált ez az olaj. Következő legyenek az avonos termékek. Érkezett hozzám egy mélytápláló testápoló, úgyhogy igen, látjátok, testápolóból már nem lesz hiányom. Ez a nagyon-nagyon száraz bőrre való, mélyen hidratáló testápolóról van szó. Ezt még nem próbáltam, mert már annyi testápolót tesztelek jelenleg, hogy már erre konkrétan most nincs időm, majd hogyha többit leteszteltem, akkor jön majd ez. Érkezett még
Na hol van? Egy szemhéjpuder paletta, szintén Avonos, ez a True Color 4-es szemhéjpuder paletta, ami a Smoky Brown névre hallgat. És nagyon szép maga a paletta, gyönyörű szép, hoppá, odaért a rúzsom és befogta a kezemet. Szóval maga a paletta nagyon szép nude és hétköznapi és nagyon-nagyon szép színeket tartalmazó paletta, viszont nagyon-nagyon hitvány minőségű, és én nem gondoltam, hogy ezt kell, hogy elmondjam majd róluk, ugyanis konkrétan ez a kettő, vagyis hát ebből a kettő, jaj. Szóval ezt kivettem. Ez fogjuk rá használható, ilyen satírozó színnek használom. Aztán ez az arany nulla. Van ez a kettő barna, és ebből a kettő barnából is ez a szélső, ami egyszerűen olyan szinten potyog, hullik, mindent csinál, csak a szememben nem marad, hogy ez hihetetlen. És én, és nekem van már egy ilyen 4-es szemhéjpuderem is, az Avontól, és az nem csinál ilyet. Szóval nem tudom, hogy csak ez az árnyalat csinálja ezt, de nagyon gáz. Ezért nem is tudom nektek ajánlani. Ezzel tudom csak felvinni egy applikátorral, ami szerintem nagyon-nagyon gáz. Próbáltam szeretni, próbáltam különféle ecsetekkel felvinni, de egyikkel sem szuperált. Úgyhogy nem írom le meg semmi, meg ha úgy van, akkor előveszem és használom, de mondjuk nekem ez csalódás volt. És szintén egy Avon True termék, ez a szempilla spirál, ami viszont bevált, ezt is említettem a szeptemberi kedvencek videómban, hogy amúgy az Avon spirálokkal nem vagyok túl jó kapcsolatban, de ez mégis jó volt, és nekem tetszik. Aztán, ami a héten érkezett hozzám, szintén Avonos, az Avon új illata, az Avon Life érkezett hozzám, aminek a csomagolása, csak hát ez hihetetlen, hogy mennyire szép. Szerintem az Avonnak eddig ez a legbrutálisabb csomagolása, és jó, kicsit hülye hangja van, de meg az illata sem tetszik annyira, de már a csomagolás komolyan megéri, mert hát nem szép. Az illata egyébként egy ilyen nagyon gyümölcsös, most ezt fújtam egyébként magamra, gyümölcsös, kicsit olyan pezsgős, de én még mindig nem vagyok oda az Avon illatokért, mindig igyekszem, és próbálkozom, és hát ha az egyiket megszeretem, és mindig akkora reményeket fűzök hozzájuk, de például ez is egy annyira tucat Avon illat, szóval ha valaki ezt megszagolja rajtam, biztos érződik, hogy ez egy Avonos illat, és nem egy kifinomult illat, pedig állítólag ezt a Kenzo ihlette, úgyhogy nem tudom, szerintem tucat illat. Mármint, hogy nem úgy tucat illat, hanem az Avon illatok közül nagyon hasonlít szinte az összes illat egymásra. Aztán kettő rúzs, még ami Avon, a többi már nem. Kettő rúzs érkezett a Perfect Red kollekcióból. Az egyik most a számon is látható, ez a Red 2000, ami, ha jól tudom, akkor nem újdonság, mert már benne volt az a Red 2000 az előző rúzsok között is. Ez egy nagyon szép, klasszikus, narancsos, pirosas szín. Nagyon-nagyon krémes, szinte már túl krémes, és nem igazán vagyok ehhez hozzászokva, és nagyon könnyen elmozdul a szájkakon. Ahogy láttátok, tényleg hozzáérintem az ujjamat, vagy bármi hozzáér a számhoz, akkor egyből befogja. Szájceruza mindenképpen kell köré, alá. A másik szín a Scarlet Sirene, ami már egy kicsivel barnásabb, ősziesebb szín, de ugyanezt tudom erről is elmondani, hogy eléggé krémes, jó a textúrája, de mégis kell alá szájceruza. Egyébként ilyen nagyon visszafogott, ilyen gumicukros illatuk van.
ilyen kifejezetten avoni rúzs illatuk van. Aztán mondjuk ezt a DM-hez kellett volna megemlítenem, mert a DM-ben vettem egy Venus Riviera borotva csomagot, ami így néz ki, és már csak az egyik van benne, mert a másik az használatban van. Szóval, ez, ha jól tudom, akciós volt 1200 forintért, vagy az eredeti ára volt annyi? Nem tudom pontosan, de nekem ez picit, icipicit, de csak egy picit csalódás, ugyanis én krémánián azt olvastam róla, hogy ez a borotva ilyen krémező csíkos, és nem kell hozzá borotva hab. És én direkt ilyet kerestem, amihez nem kell külön borotva hab, mert én nem akarom ezt a macerát, de nem, szóval ezt magában az ember nem tudja használni, mert úgy szétcseszi a bőrét, és elvágja, és kiszárad, és fölsérti, és minden. De viszont amire én most használom, amit ugyanúgy borotválásra használom, csak mutattam szintén az előző kedvences videóban, hogy mostanában babaolajjal szoktam borotválni a lábaimat, és ahhoz viszont bevált, bár minden húzásnál szinte ki kell ütögetni belőle a szőrszálakat, mert benne ragad, de gondolom ez minden borotvánál így van. A lényeg, hogy szerintem újra nem fogom venni, mert mint mondtam, nincs hozzá ez a krémező csík, bár itt írja, hogy van, de az nem olyan krémező csík, hogy kiváltaná a borotva habot. Aztán, most melyiket mutassam? Jó, mutatom még van egy a Rossmannból, és egyébként lehet, hogy ezt a borotvát is a Rossmannban vettem, már nem tudom. Mostanában eléggé rá vagyok kattanva a piros rúzsokra, és a Lovely-nak az Extra Lasting folyékony matt piros rúzsát is megvettem, ami ugye 650 forintba került, és nekem nagyon-nagyon bevált, a színe eszméletlenül gyönyörű, imádom, sokkal-sokkal tartósabb, mint bármelyik más piros rúzsom ezeknél az avonoknál, a vonosoknál milliószor tartósabb, sokkal szebb a színe, lemattul. Nagyon-nagyon szeretem ezt a rúzst. És aztán most már a rendelések jönnek, amiket netről rendeltem. eBay-ről rendeltem 2 darab Kylie Jenner ilyen folyékony rúzst, amik ugye nem eredetiek, hanem kamuk, amit ugye ilyen fake rúzsok, eBay-ről rendeltem őket. Ennek nagyon-nagyon egyszerű egyébként a története. Kövezzetek meg, én úgy gondolom, hogy egy kreált márkáért, mint például Kylie Jenner, de most komolyan, nem fogok kiadni, nem tudom, 6000 vagy 5000, vagy nem tudom, azt hiszem 5000 forintba kerül egy folyékony rúzs. Akkor már inkább veszek, nem tudom, Milanit, vagy Pupát, vagy nem tudom, de egy Kylie Jenner-es rúzsért könyörgöm, egy kreált név, nem fogok annyi pénzt kiadni, bármennyire is jó lehet. És hát gondolkoztam majd, hogy megrendeljem, de aztán mindig erre jutottam, hogy nem fogok érteni pénzt kiadni, mert egy mit tudom én, egy Too Faced, vagy egy talán még a Kat Von D is olyan, hogy még azért is kiadnék pénzt, több pénzt, de ezért a Kylie Jennerért én személy szerint nem. És ezért rendeltem meg egyébként ezeket a rúzsokat, nem azért, mert Kylie rúzsok, hanem mert mind a két szín nagyon-nagyon tetszett. Van az a klasszik, eBay-es, tudjátok, ez a folyékony rúzs, abból nem találtam ilyen színeket, ezért mondtam, hogy na jó, megveszem akkor ezt a Kylie féket. Egyébként már a fele írás lekapott róla, úgyhogy nem olyan borzasztó ez a helyzet. Ha jól tudom, akkor 700 forintba került, és ehhez én rendeltem, és ez lip kitbe érkezett, egyébként mind a kettőt abban rendeltem, csak ez nem lip kitbe érkezett. Ez lip kitbe érkezett, csak nem tudom már hol van a szájceruza része. Jó, akkor 2 alapozót és egy másik dolgot is rendeltem az iparfümériáról. Ezt mutattam a vlog videóban, amikor érkezett. A Revlonnak a Colorstay normál szárazbőre való alapozóját megvettem 2 árnyalatban, a 150-esben és a 220-asban. Ennek úgy volt az ára, hogy az egyik a világos volt 1600 forint, ez pedig 3000 forint, ha jól tudom. Illetve megvettem újra a Tangle Teaseremet, ugyanis ezt is említettem már jó párszor, hogy Horvátországban hagytam a másikat, ami sima... Ezt is említettem már nem egyszer, hogy
miért kellett újat vennem, ugyanis Horvátországban hagytam a másikat, ami csak simán ilyen sima rózsaszín volt, és egyszerűen nem tudtam élni nélküle, ezért újra kellett vásárolnom. Azóta tényleg a legjobb fésű a világon. És ehhez érkezett, egyébként akciós volt, amikor én rendeltem 2200 forint, és ehhez a rendeléshez érkezett három ilyen minta. Az egyik a Max-nek a Water Love illata, a másik egy Puma, ami a limitált kiadású női verzió, és a Roberto Cavallinak a Paradiso Azzurro illata, ami Hanninger. Konkrétan Hanninger, annyira édes. Nem rossz, de már az az édesség kategória, hogy ezt már nem tudom magamon elviselni. És az utolsó ilyen szépsége, nem. Tudtam, hogy kifelejtem, hogyha nem rakom bele a dobozba. Ez mondjuk, igen, nem az enyém, hanem a páromnak rendeltem, ugyanis ezt is említettem az előző vlog videóban, hogy amit így a nyáron használt parfüm, ami a Giorgio Armani-nak a Profumo, Acqua di Gio Profumo, vagy itt mi a neve, nekem az nem igazán tetszett rajta, ezért úgy gondoltam, hogy meglepem ezzel a Versace Dreamerrel, ami nekem nagy kedvencem rajta, nagyon karakteres, erős, férfias, magabiztos illata van. Ő is szereti és használja, bár mondjuk ilyen különlegesebb alkalmakra, tárgyalásokra, meg ilyen ilyen korra fújja magára. Így simán a hétköznapokra egyébként nem szokta magára fújni, vagy hogyha nagyon olyan kedve van. És az utolsó szépségápolási dolog, a Make-up Plaza-tól, jaj, te csúnya, hogy majd nem csúnya, nem, hogy koszos, de hogy mutassam, hogy nem, így. Talán nem annyira koszos. A Make-up Plaza-tól megrendeltem a Kella Pudernek a smink szivacsát, ami 2900 forintba került, plusz 500 vagy 600, pontosan 3500 forintot fizettem szállítással együtt ezért. Maga a Make-up Plaza-tól én nem sűrűn rendelek, én csak nagyon régen, szerintem 3 éve rendeltem utoljára sleek termékeket, sleek palettát, és most, amikor ugye ezt rendeltem, akkor előreutalással rendeltem, és az volt odaírva, hogy szállítási idő 1 munkanap. És direkt ezért is rendeltem előreutalással, mondom akkor, ha megrendelem szerdán reggel, mert hogy kedden este rendeltem, de mondom, jó van, akkor szerdán azt jóváhagyják, és akkor szerdán még föl is adják, és akkor csütörtökön nekem már megérkezik. Ugye számomra ezt jelenti az 1 munkanapos szállítási idő. Mert hogyha úgy kértem volna, hogy utánvétel, akkor azt írták, hogy 2 munkanap. De mondom, hogy jól van, akkor csütörtökön érjen ide. De nem ért ide, és ezt mindenképpen el kell mondanom, és számomra ez negatívum, mert szerintem ezt valahol fel kéne tüntetniük, hogy ugyanúgy 2 munkanap a szállítás, csak, ha úgy veszi az ember 2 munkanap, csak 1 napot így elcsesznek azzal, hogy megérkezzen az utalás, ami szerintem, ha én elküldöm kedden este, az szerdán reggel, más bankon, mármint, hogy oké, OTP-s vagyok, hogyha OTP-n belül küldöm, akkor aznap már megérkezik, abban a pillanatban, hogy én elküldtem, legyen az akár este 10 óra, vagy hajnal 4 óra, de ha én mondjuk, ez esetben Raiffeisen-es volt a cég, ez esetben akkor is reggel, nagyon maximum reggel meg kellett volna érkezni a pénzek. De ők mikor hagyták jóvá, hogy megérkezett a pénz? Szerdán este. Így gondolhattam, hogy nem fog ideérni csütörtökön, hiszen még nem adták aznap föl. Szóval ugyanúgy 2 nap volt a szállítás, és eléggé mérges voltam. Jó, az 1 nap, mondhatjátok, hogy nem számít. Nem is számít, csak akkor tüntessék azt föl, hogy 1 munkanapon belül nem fogják kiszállítani, mert 2 így ezzel a procedúrával. Maga a szivacsra egyébként így kiforrott véleményem még annyira nincs, mert durván 3-szor vagy 4-szer használtam. Nem rossz. Egy ilyen picikével jobbra számítottam. És gyorsan 4 percben megmutatom nektek a Yankee Candle szerzeményeimet, ugyanis az én nagyon-nagyon kedves barátnőm, aki Pesten lakik,
most Pesten tanul, de amúgy szegedi, beugrott nekem a Dohány utcában Yankee Candle boltba, és hozott nekem pár terméket, amit én kértem tőle, és akkor gyorsan megmutogatom, hogy miket rendeltem 4 percben, vagy hát durván 3 percben, és az 1 percben pedig el fogok tőletek köszönni, ugyanis be fog telni a memóriakártyám. Rendeltem mindegyik tárt, mert szerintem annyira nem érik meg az üveges gyertyák. Rendeltem 2 illatot, vagy 1 illatot, de 2 tártot a Honey Glow illatból. 2 vettem, mert nekem ez hatalmas kedvencem. Meg is vettem belőle a nagy, itt van mögöttem, a nagy üveggyertyát, ami annyira nem szuperált jól, legalábbis nem terítette be annyira a szobát, mint a tártok. Szóval rendeltem 2 Honey Glow-t. Amiért indult az egész rendelés, amire nagyon kíváncsi voltam, ez a Candy Corn a Halloween-i illatok közül, aminek nincs rossz illata, de szintén jobbra számítottam. Nagyon kellemes, édes ki, és kicsit olyan illata van, mint a Candy Cane Lane-nek. Azt hiszem az a... van egy olyan tárt, Candy Cane. Ha jól tudom, Candy Cane Lane, talán. Ez a teljes neve. Aztán szintén ezt is nagyon szerettem volna, mert szerintem nagyon különleges így a neve, Vanilla Lime, de nem tetszik annyira, mint amire... Nem olyan, ami erre én számítottam, Gáborra pedig tetszik. Nem is értettem, mert általában ami nekem se tetszik, az neki se tetszik. Egyébként szerintem ilyen clean ablakmosó illata van. Bocsi, hogyha sietek, de mondom, most már csak 2 percem van. Aztán szintén Halloween-i illat. Rendeltem egy Witch's Brew-t, aminek viszont már nagyon-nagyon jó ilyen extrém fűszeres, pasis illata van. Nekem... személyes kedvencem, és Gábornak is, ahogy ez az Autumn Night is, ami szintén egy ilyen nagyon erős, paslis, pacsulis, ilyen arcszeszes illat. Szerintem nagyon sok mindenkinek ez nem tetszene. És rendeltem egy Angel's Wings nevű tártot, aminek nagyon kellemes, ilyen visszafogott illata van, nincs olyan túl sok illata, vagy van, de nem olyan nagyon erős, mint amit mondjuk én megszoktam. Akkor megrendeltem ezt a sima vaníliát, vagy vanillát, ami abszolút nem sima vanília, hanem inkább ennek valamilyen keverék, valami biztos van benne. Nem tudom, hogy akkor miért vaníliának nevezték el, hogyha még más összetevő is van benne. Amit én nem csak a vaníliát érzem benne, hanem más illatot is, szóval nem pure vanilla. Aztán másik 2 tárt, ugyanis az volt, hogy 10 tártnál az egyik ingyenes, mondtad, hogy ha 10-et veszek, akkor 1 ingyen van. És ezért vettem 10-et. Szintén egy őszi újdonság a Rubber Crumble, ami nekem az egyik olyan tárt, ami nagy csalódás. A másik pedig a Christmas Cookie, ami egy nagyon kellemes, édeskés, ilyen bekuckózós, karácsonyi illat. Egyébként a tártoknak, ha nem tudnátok, akkor 540 forint darabja. És igazából ennyi lett volna ez a szerzeményes videó, remélem, hogy tetszett és nem zavart, hogy megint elbénáztam a végét, nem másoltam föl az előző legfölvett videóimat a gépre is, rajta van az SD kártyán, és egyszerűen nem tudom, miért vagyok ennyire szerencsétlen. Na mindegy, a lényeg, hogy ennyi lettem volna mára, remélem tetszett a videó, találkozunk legközelebb is, legyen szép napotok. Sziasztok!